Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matt Barna vagyok! És ez itt a Star Wars Unbounded for Force of Corruption Ultimate Empire for következő része! A legjobb, hogyha emlékeztek, elfoglaltunk pár bolygót, köztük a Geonózist és a Poruszt. Ma pedig tovább fogjuk folytatni az offenzívánkat és kipucoljuk rázadókat a galaktikus észak-nyugatról és a galaktikus délkeletről. És remélhetőleg a biztosan elkezdjük építeni az Eclipse-et. Viszont Zondaronon már kész is van az inváziós erő, szóval kezdjük a támadást. Érsz? Előre! Reméljük, hogy nincs túl kemény védelem ezen a bolygón. Oké, a játék szerint ezen a bolygón több fajta faj van, remélem, hogy no-click nem lesznek. Kezdjük. Oké, térképünk nincs. Jó. Tehát van itt egy ilyen város, meg amúgy máshol nincs. Oké. Behozunk két lépegetőt. Egy gyalogos egységet és két adag normál lépegetőt. És remélem jó irányba fog nézni az összes lépegetőm, mondjuk úgy előre. Hát persze, hogy nem. Na. Elmegyünk, elfoglaljuk azt a leszállópontot. Ha jól láttam egyébként a térképen, az ellenségnek max medikjei vannak megint, tehát nem kell attól félnem, hogy kimondtam komoly csapatokba ütközök az épületeik miatt aggódom. Vagy a kicsit előre jövünk erre, idehozzuk a rómasztagosokat is, hát ha dragétevető zsilogságba futunk, azt azért nem akarjuk megtámadni a lépegetőinkkel. Fuck, 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 vissza, vissza, vissza. Oké, tehát vannak turbolézrágyúik. Rakétavető zsilogság. Összes félelmünk valóra válik. Jó, sokan vannak. Oké, ezt ott el kéne foglalnunk. Előre, elfoglalni a nem lőjük a szenzort. Megállj! Megállj, te szerencsétlen! Megáll, nem lőjük a szenzort. Na, elfoglaljuk a szenzort. Tűz. Oh fuck. Még egy turbolézer rágyuk. Nem, te szerencsétlen! Arra! Na, elfoglaltuk a szenzort. Itt van egy gyár. Még egy szenzor. Itt a pajzsgenerátor. És vannak bányáik. Tehát annyi gyalogságuk van, amennyit... Ó, nem van egy barakjuk. Na, hogyha ezek a lépegetőkkel erről támadok, akkor elméletileg megúszszák a turbolézrágyút. Ezt szerintem itt le tudjuk bombázni, annak nem pont útban van az rohadt légvédelmi ágyú. Fuck! Ezért utálom, hogy nem tudom megmondani, merről jöjjenek a bombázóim. Ez kettőt ki fog lőni legalább. Hát ez elmentünk sokra. Akkor aztán le kell exterminálni szólnunk azt a generátort. Ti jöttök ide. Na jó, akkor várunk az exterminátus, mert nem fogok megrohamozni egy turbolézrágyút, nem muszáj. Jó, az ott a miénk, vegyük be azt a szenzort is, hogy az ellenség vegye be, bár nem tudom, hogy az emmi keresztül lát a fogafóron. Nem látna meg. Jó régi játék már. Csak mint tudjuk, ilyet a régi játékok és a Paradox Interactive csinál. Oké, a bombázókkal megverik az Orbital Bombardmentet. Mert ez így szerintem el fogja pusztítani mind a generátor, mind a barakkot, mind a légvédelmi ágyut. Még azt a bányát is. Ide a bombázókat. Tinek ki azonnak a gyalogosoknak. Tinek ki annak a gyalogosnak, aki ott egyedül van. Ja, ott van az utolsó adag. És nyertünk. Jó, aztán nem veszthetünk végül egységet, mert ugye csak fél egységet vesztettünk, és ez nem tűnik fel a gyerek térképen.
És már tudjuk, hogy az emlék szerint fontosabb, vagy a játék szerint fontosabbak a medikek, mint a gyalogság, és azokat írja ki elsőnek. Na. Közben épül a kettes számú flottánk. A Bissza még eltelik egy ideig, el fog telni idő, amíg meg tudjuk rendelni a nagyobb űrállomást. Jó, az ellenséget össze-vissza mozog. Rendelünk néhány Victory osztályú cuccost. Azokkal majd feltöltjük ezt a flottát. Rendelünk? Nem rendelünk Nebula osztályút, azt használják csak a lázdók. Jó, ebben a flottával elsőként jöjjön be inkább egy csillagromboló, mint a szupercsillagromboló, hogy a szupercsillagrombolót be tudjam dobni az ellenség alá konkrétan. Megyünk és megtámadjuk a Jabimot, jól láttam? Igen, nem, a Hapest vagy a Hapest. Megyünk és hapeseljük őket. Itt fejlesztjük az űrállomást. Ezen a képzünk gyalogságot. Itt úgy szintén. Őket pedig visszarendeljük az inváziós erőhöz. Oké, és miközben az inváziós erő gyülekezik, én amondó vagyok, hogy... kirendeljük az első halálcsillaggal a flottánkat a Nálhutára. Támadunk. Jó, akkor ilyen elkészült egy Victory osztályú cirkáló, építünk egy Dreadnoughtot, mert why not. És beérkeztünk a Hapes felé, úgyhogy... ja, hapeseljük szét szegény lázadókat. Úristen, űrmedik! Na lássuk, hány űrmedikjük lesz. Ha jól nem látok csatahajót, szóval elméletileg ilyen szempontból rendben vagyunk. Aha, oké, csatahajójuk nincs. És az űrállomás jól látom nem 5-ös szintű, ez meglepő. Ilyen már régen volt. Jó, a vadászainkat és a bombázóinkat előre küldjük. Nem robbantjuk fel a Hapest. Ez is de gyorsan forog. Nem tudom, mi van itt a bolygókkal. Hol van a halálcsillag? Az lenne az ott? Nem, az egy hold. Az? Nem, annak is meg... abból is megvan az egész. Az sem az. Ott van! Dude, útban van valami, hogy rá akarsz lőni a bolygóra. No, hol lesz az ellenség? De én még nem látom őket, fura módon. Oké, itt vannak. El is kezdtek ránk lőni. Az egy Dreadnought hordzó? Nem, az egy szimpla 2-es Dreadnought lesz szerintem. Ráküldjük a vadászainkat arra a koreai korvetre, tudom, kicsit hülyének hangzik, de higgyétek el, működni fog. Az egy hangár. Nem, az egy szimpla Dreadnought. Viszont megvan az ellenség, szóval... ebben a flottában nincs is szuper csillagrombolom? Nem ebben volt Piet az Executorral? Lehet, hogy nem jön be, hogyha nem elsőnek hozom be. Viszont behozzuk a flottát. De a Birodalmi 1-es nem hozzuk be, azt nem kell. Annyira nem vagyunk elszántak. Behozunk pár Tartant. Néhány Victorit. És ez így elég is lesz. A hajóinkat ráküldjük az ellenség hangárára. Oké, ennyit a Dreadnoughtról. Ennyit erről a Venitorról. Tűzön a bulon bére, szerintem le tudjuk zabálni a pajzsát. Ja, az az űrmedik. Hát ennyit erről. Az űrben vagyunk itt, nincs Genf. Jó, a hangárnak annyi. Hát a pajzsgenerátorna, hogyha helyre jöjjön valamitől. Ó, lezették az egyik ágyunkat. Hát ez van, biztos bombázók voltak, vagy olyan ilyesmi. Hát ez kicsit egyoldalú. Még úgy is, hogy nincs itt a szuper csillagrombolónk. Ami igazából a flotta főereje. Hát ja, ennyit erről. Ó, van ilyen ágyjuk.
Hát ezzel nem mennek sokra. Viszont most megnézem, igen, ebben a flottában van Piet, akkor őt kell először behoznunk ezek szerint. Na, hozzuk erre az inváziós erőt. A biztosan kész van már az űrállomás, vagy nem egészen? Oké, okay, Bissza megvan. És 15 kb-ba fog kerülni az Eclipse. Jó. Küldöm mindenkit Solusra, összehozzuk ezt az új flottát. Szerintem ezt fogjuk kísérni az Eclipse-et egyébként. Építünk neki egy Interdictort. Ja, az már van nekik. Ja, meg ott a Ravager. És itt vagyunk a Nál után. Egy 5-ös szintű ellenséges űrállomás, két ionágyú, egy rohamfregat és pár venitor, meg egy űrmedik. Oké, okay, támadjunk. Oké, okay, itt is volnánk a Nál után. A bolygón huttaklaknak, és hát igazából egy bűnfészek az egész, valószínűleg fel fogjuk robbantani. Hogyha van egy bolygó, hogy megérdemli, hogy felrobbantsuk, akkor az ez. Úgyhogy, ja. Ott a Nál hutá, az ott azt hiszem a Nár Shada, a Nál hutá holdja. Behozzuk a Dreadnought torzónkat, hogy pumpálja magából a vadászokat, és behozzuk ide hátra az Interdictor cirkálót. Szerintem Piettet itt fogjuk... Piettet? Hogy is hívják ott? Pellion-t itt fogjuk hagyni, hogy vigyázzon az Interdictorra. A TNG-t közben előre, ami azt jelenti, nem várunk. Hogyha ez valami hír lesz, akkor most nem támad meg. Viszont a bolygón ionágyuk vannak, és nem fogom behozni a Super Chill Rumble-ot, amik egyszerűen likvidálni tudják azzal. Úgyhogy ja, várjuk, hogy felrobbantsuk a Nál hutát. Oh. Lol. Oké, okay, előtték az ionágyút Pellionra, akkor előre. Támadás. Jó, látjuk az egész pályát, úgy látom, vagy valami ilyesmi. Oké. Okay. Ide a Super Chill Rumble-omat. Behozzuk a kimérát, és nem a kimérán van, azt hiszem Pellion ők. Ja, ez a Gorgó, ugye? Igen, a Gorgó. Ide. Jó. Ott pont befér még egy csillaromboló. Oké. Okay. Oké, okay, ionágyuk van, fuck. Na jó, tudod, mint Nál után. Fuck you. Oda közelről lövünk. What? What? Az nem a Nál után, az a Nál Shada! Parancsnok, rossz bolygót robbantottunk fel! What the fuck? Ez mi volt? Legit rossz bolygót robbantottunk fel? Van egy mellélő halálcsillag? Na mindegy, lövjük szét ezt a hangárt, még mielőtt szétlövik a szupercsillag rombolóval, mert jó drága volt. Oké, okay, szedjük le a pajzs generátort. Oké, okay, két ágyút már le is szedtek a Super Chill rabolónkról. Na hát ez nem jó. Viszont az arancsék hajónak mindjárt annyi, a hangárukat már szétszedtük, szóval a bombázókat... bombázókat hamarosan el fogjuk intézni. Jó, na, hogyha mondjuk a vadászaim lőnének rájuk. Eléggé förtelmesebben a játékban az autotargeting néha. Viszont nem minél, hogy el tudnák pusztítani a Super Chill rombolómat. Ezeket előre hozzuk, azt is ott. Ezt úgy szintén, sőt még ezt is egy kicsit, bár ez kapott párat azért. Szedjük le azt az Y-minget ott. Jó, széttéptük a pajzs generátort. Annak a hangárnak annyi. Lőjük szét a torpedóvetőt.
Oké, és innentől fogva fókuszoljuk a tízerőnket az állomásra. Az egyik pajzsgenerátorunkat majdnem szétlőtték. Oké, Egér. Egér. Megint. És megint. Na, most már működik. Azon nem tudom, mit nem foglaljuk, mert azt hiszem valami űrszenzor cucc dolog. Komolyan? Fordulj rá az Isten, itt úgy vannak elrendezve az ágyúid. Ráküldjük a vadászokat is, mert merne. Na hát és innentől fogva nekem itt túl sok dolgom nincs. Legalább a tartányainkat nem lőtték ki, látjuk, hogy ott lebegnek. Na. Ezt megnyertük és felrobbantottuk a nársadát. Ez nem tudom mi volt. Oké, úgy látszik, hogy nál utának így is annyi, de nem azt robbantottuk föl. Na mindegy. Jó. Véget ért a hónap, kezdjük el építeni az Eclipse-et. Ránk kapunk számlálat, hogy mikor készül el sajnos. Hát ilyet... Erre nem számítottam, hogy rossz bolygót robbantunk föl véletlenül, pontosabban rossz holdat, I guess. Na és közben lerohadjuk a Hapes-t. Ismételten virszezett ilyet támadást. Vagy HP-t, vagy mi ez? A HP-ről jönnek a kacsák? Ó, vannak meg ilyen lebegő szárjaik, szupi. Oké, a Hapes-en HP-k vannak, akik embernek álcázott kacsák, támadjunk. És úgy látom, hogy egyikünkkel sem szövetségesek, mert lilák. Hát innen kicsit nehéz kijutni. Én nem mondom vagyok, hogy hozunk egy adag rohamosztagost, meg pár járművet. És először elfoglalunk egy másik leszállópontot, mondjuk azt ott, és onnan fogunk... Mit akartam mondani? Ja igen, oda fogjuk lehozni a többi lépegetőnket. Nem ide, mert ez itt kicsit kín van a semmi közepén, meg innen ki kell őket sétáltatnunk. Mitől akadozunk, mint a rohadt életjáték? Oké, most? Oké, most nem akadunk, mint a szar. Na, lőjük szét azokat a kacsákat. Nem lőnek vissza? Mondom, hogy kacsák, csak a kacsán nem lőnének vissza. Na. Oké. Induljunk meg a felé, a leszálló pont felé. Megindítjuk Wirst is. Azok ott megfajtak egy kicsit. Jó. Reméljük, hogy a zenecsi nem támad minket hátba és nem foglalja el a leszálló pontunkat. Tudom, hogy rakétavetőitek vannak meg minden, de azért ezek kicsit kevesen vagytok. Ó, ezek valószínűleg megint egy barakból jöttek ki, és nem is számít, hogy kinyírtam őket. Ó, tudnak trempülölni a lépeket? Én ezt nem is tudtam. Na, az egy medik, azon nem jönnek ki a barakból, ha minden igaz. Tüt-tüt! Úristen, sokkal szórakoztató, miért nem tudtam erről eddig? Igazából az összes inváziós ürömnek 15 ilyenből kéne állnia egy sorban. Oké, az ellenség hülye és nem foglalja el a leszálló pontunkat. Kidobunk egy darabról mosztogos, hogy harcoljanak azokkal a lázadókkal. Mi valaki lezuhant? Az egy lambda osztály, jól látom? Valaki lezuhant a lényeg az. Jó, nézd meg, több gyalogság. Megint át megy a lépegető Exorcistbe? Úgy látszik most nem kezdett el lőni a saját nyakán keresztül. Na! Idehozzuk a két lépegetőnket, egy adag gyalogost.
És egy adag ilyet. Ó, jön ágyú. Maximális tűzerő. Ó, túlélte. Még több tűzerő. Maximálisnál magasabb tűzerőt. Jó. Megyünk és a Maulerinkkel levadásszuk azokat az ellenséges gyilagosokat, akik támadják lépegetőnket. A Maulerek egyébként Darth Maul metalbandája. Felfedezetlen zenész volt még mielőtt itt lett volna. Ó, a rohadt. Tűz. Amúgy ez az a legjobban, hogy az autotargeting nem áll rá. Oh shit! Oh, nincs légvédelem. Eger. Köszönjük. Eger, köszönjük. Komolyan? Ott van, tűz. Az előző pályán még rá tudtatok lőni. Na most már rá tudnak lőni. Miért nem is fordulnak rá, hogy benyom? Ezeket a régi egységeket egyébként nagyon szorul rakták be a játékba. Ezek azt hiszem a kiegészítővel jöttek. Nem tudom, hogy jön a kiegészítőkkel meg a régi egységekkel. Először a Soulstorm. Nem, először ez, aztán a Soulstorm. Na. Lássuk, hogy hova kell hívnunk az Orbital Bombardmentet. Azt hiszem, itt volt jó pár épületük, szerintem itt lesz a bázis valahol. Ugye itt! Oké, ezt nem fogom többet csinálni a kamerával. Nem lehet waypointokat állítani? Hát ez szörnyű. Ó! Oh. Rakétagyalogság? Rakétagyalogság! Tűtűt! Volt. Oké, hát ennyit a HP-król. Szegények. Ezeknek legit nincs fegyverük. Miért írtjuk őket? Jaj. Most rosszul érzem magam. És ez utána, hogy felrobbantottam a rossz bolygót. Ó, takarodtok a pontomról. Na, ott hagyták a pontomat, remek. Ott van esetleg egy barak a másik oldalon? Vagy mi a büdös élet? Oda küldjük a molereket megnézzük, mert arról jön az ellenséges gyilogság. Tűtűt. Így gyalogság sokkal kevésbé tűnik fenyegetőnek. Ott is volt, jól látom egy... Komoly ezen, nincs semmije! Ahhoz ott már van pisztoly, Eger. Ez az első dolgoknél van valami. Jó, hogy két adag ember is van, mind a kettő ellenünk, oké. Okay. Ezeknek ő bombázót hívunk a lakóépületeire. Mert jó fejek vagyunk. Na. Hol a büdös életben lesz ez a bázis? Esetleg itt? Talán ez itt egy épület lesz. Gyere ide! Oké, találtunk egy bányát. Oké, ide hívunk egy Orbital Bombardmentet, mert szerintem itt lesz a nagy része. Itt nem látok barakkot. Itt nem fennáll egy barak. Hát ugye itt van valami, azt szerintem már szétlőttük. Ellenséges gyalogság! Utánuk! Itt sincs semmi. Oké, csatlakozz a falkához. Na, ezen megvannak. Ó, ezek voltak az utolsók. Oké. GG. Az ellenállás utolsó bástyája voltak. És itt is volt egy medik. Na. Ide építkezünk. Rendelünk egy űrállomást.
Ti visszajöttek az inváziós erőre. Ide pakolunk néhány rohamosztagost. Én elhozunk pár rohamosztagost, mert kevés kezdeni az inváziós flottán. Közben a nál után építünk egy szondát. Ezen nem tudunk túltenni magam. Értem én, hogy háborús büntettek matával meg minden. Azt hiszem ebből a sorozatból indult ez egyébként. De seriously, felrobbantottunk véletlenül egy bolygót. Még nem is direkt csináltuk. Na mindegy. Hozunk a honogőről nogrikat, meg tankokat. Hozzácsapjuk őket az inváziós erőhöz. A Cushingról is azt hiszem több egységem van, mint kéne. Aha. Meg itt vannak ilyen repülő utcaim, hozzuk ezeket is. Meg innen is hozunk néhány egységet. Na, nézzük, mi van a Hyperin. Mert az a bolygó azt hiszem tud csatahajókat gyártani. Aha. Egy szuper csillagromboló. Azt a rohadt. Az ott egy flotta? Oké, okay, az ott problémát fog jelenteni. Átozzuk a Rylotra, nem, ami azt illeti. Ott fogjuk letesztelni az Eclipse-et. A Sulustron épített csataflottánkat felkészítjük. Te jössz be először, ami azt illeti Ravager jön be először. Ide rendeljük még ezt a Victory-t. Elmegyünk és kipucoljuk velük a Vergesso aszteroidákat. Irány arra. Ekközben rendelünk pár Victory-t. Pár Acclimator, mert why not. Ezeket aztán még van proton torpedóvető is, szóval néha megéri őket. Egy ilyen ostrom cuccod, mert ezeket úgyse használom gyakran. És lássuk, hogy mi van itt. Hogyha itt is lesz egy szuper csillagromboló, akkor szarban vagyunk. De erre azért nem számítottam, az ott kemény. Oké, úgy látom, itt is van flotta. Ez érdekes lesz. Leginkább azért, mert itt most nincs itt a halálcsillagom, hogy mindent szétsztompoljak vele. No, lássuk. Oké, úgy látom, nincs csatahajójuk. Itt a Ravager. Ja, egy rakás hajójuk van, de úristen, ezt el is felejtettem. Teljesen kijönt a fejemből, hogy jönnek Judge Dredd a parancsnoka. Na mindegy. Ha jól láttam, egy rakás kisebb hajójuk van, szóval a Ravagert előbbre hozzuk. És majd az ellenség pofájába dobjuk be a csillagrombolóinkat hiperűrből. Jó, az egy koreliai gunship. Oppa! Na az itt már komolyabb fenyegetés egy kicsit. Behozunk pár Victory osztályú cirkálót. Behozunk egy Dreadnought-ot. És behozunk egy Interdictort ide. Mert ezek el tudják terelni a rakétákat. Gravitációs és rakéta terelőmezőt bekapcsolni. Lőjük szét azt a lézerágyút, még mielőtt felépülne. Megvan. Jó, annak ott annyi. Azt ott felépítették. Azt ott bizony felépítették. Kapd el! Kapd el! Kapd el! Kapd el! Fenébe nem tudtam rákatintani. Oké, okay, azon már a Nebulon B-fragott. És ott, ott lesz az ellenséges flotta egy része, ahogy elnézem. Ide behozunk két birodalmi kettest. Ide behozunk egy birodalmi kettest. Ide még egyet. Ide még egyet. Ide egy Victory-t. És... ide bedobunk egy Tartant. Jó. Lőjük szét azt a Nebulon B-fragattot. Jól leszettük a boostolt pajzsát. Azért van tűzerőnk így is. Nincs szuper csillagrombolónk, meg halál csillagunk. Na, azt ott nem ártana szétszednünk. Ezeket a koreli gunshipeket el kéne pusztítanunk a lehető leggyorsabban. Az első elkezdett minket farmolni a vadászaival. Ráküldjük a bombázóinkat minden az űrállomásra. Le kell szednünk róla a hangárt. Különben szarban leszünk.
De inkább azért, mert az Emmy tudja micromagelni a vadászait, én meg nem. Azt sem látom, mire kattintok az esetek felében. Valaki elvesztette a pajzsait, tudnám, hogy ki. Transportok, what the fuck? Oké, maximális tűzerő. Oké, szerintem így el tudjuk pusztítani a hangárt. Jó, az ott elég lesz. Ennyit a hangárról. Át a pajzsgenerátorra. Az a Victory vesztette el a pajzsát ott. Szedjük le azt az Y-Wing alakulatot. Na hát annak ott annyi. Szerintem azt már nem tudjuk megmenteni. Mindenki vadászta a célpontokat. Ami azt jelenti, szedjük le először a pajzsgenerátort. Ja, hát ennyit arról a Victory-ról. Ugye nem a transportokat levitek, hanem a vadászokat. A csillagrombolót viszont, ami azt jelenti, eltállítjuk a transportokra. Remélem el is találják valamikor, hogy most már egy helyben áll a vonósugár miatt. Jó, annak ott annyi át a protontorpedó vetőre. Oké, azt hiszem az is meg lesz. Hát, volt még egy van ezeken még egy protontorpedó vető, azt hiszem. Úgy látszik, nincs lehet, hogy ez csak az ötösökön van. Ott van! Tűz. Az ember azt mondja, hogy már fejből tudom az alaprajzát, de hogy mennyit szét kellett lőnem. Amúgy ez van leginkább ebben a modban, hogy mert nem a modban, hanem ebben a szenárióban, amivel játszom. Hogy az elsőnek annyi pénze van, hogy mindenhova ötös szintű űrállomásokat pakol. És igazából nem a flottákkal harcolsz, hanem ezeket a végtelen űrállomásokat levet szét. Ja, igen, ott van a bagos modul. Miért nem lőttél eddig? Autóatakon vannak az egységek alapból, nem is lehet kikapcsolni. Na mindegy. Na ott törtük le a nem létező modult. Jó. Mindenkit ráküldünk az űrállomásra, innentől fogva igazából csak idő kérdése. Arról még letörtek a végére egy ágyút. Annak ott viszont annyi. Jó, ott repül még egy ágyú, és itt repülünk az űrállomásban, és az lesz ott az utolsó modul. Ott valaki valamiért forog. Ezt utálom egyébként, hogy össze-vissza forgatja a hajókat, akármi történik. Bármiféle értelmes ok nélkül. És a csillagrombolónál amúgy számít, hogy merre néznek. Oké, ezt megnyertük. Kilőttünk hat orvost. Háborús mindettek matával. Ezt elfoglaltuk. A Solusról hozunk néhány... Ó, itt vannak tüzérségi ágyunk, meg ilyenek. Ezeket hozzuk az inváziós erőhöz. Eközben a BIS fölött mindjárt elkészül az Eclipse osztályi szupercsillagrombolónk. Elkészült. Erre feldobjuk a császárt. A botávói fölé gyűjtjük a flottánkat. Építünk ide biztonság kedvéért még egy szondát, megnézzük, hogy mindig ott van, amiről azt hiszik, hogy ott van. Ha már itt van a császár, akkor kihasználjuk azt, hogy minden kedvezményes. Igazából a császár így a galaktikus kupon. Az ott remélem, hogy nem az a szuper csata flotta, amit előbb láttunk. Nem, az egy valami transport volt. Lássuk, mi van a Hyperin. Közben a csataflottát átrendik a Rylotra, az Eclipse-el. Yep, még mindig ott van a csatahajóival együtt. Van ilyen ágyúk is sajnos. Lehet, hogy jobban megérni felrobbantani a bolygót, mert akkor könnyebb lenne az űrben a harc. Szerintem nekik zúzunk így. Oké, állítsuk be, hogy az Eclipse érkezzen először. És támadunk.
Már jó régen láttam egyébként ellenséges Super Chill Rumble-t, emlékszem, hogy ez a játék elején baromi csak volt belőlük. Az a rész aztán még fel van véve, amikor szedtem szét őket egy-két csatahajókkal, mert Zemi nem tudja menedzselni a vadászait, kis számban legalábbis. Na, van egy ilyen ágyújt, tehát Ziklicot valószínűleg meg fogják benyíteni, de azt hiszem a főágyújat tudjuk használni úgyis, hogy megbénult. Úgyhogy kezdjük. Oké. Okay. Ott az ellenséges Super Csatahajó, vagy Super Chill Rumble-ó. Rögtön jön ágyú, de nem tudta leszedni az Iklis pajzsát, ha jól látom. Aha, nem bírt a pajzsal. Na. Kezdjük így. Remélem, bírja addig a lézer, hogy szétszedje. Gyerünk, gyerünk. Igen, oké. Okay. Hú. Na így a Super Chill Rumble-ról. Behozzuk az Interdictort. Behozunk négy Chiller Rombolót az Eclipse elé. Pálpadinak ilyenkor nem kéne lenni jobb, ha jó lennie? Na mindegy. Idehozzuk a tartanunkat, behozzuk ezt a Storm Circle-ot, mert ez nagyon jó vadászok ellen is, mert robbannak a rakétái. Nagyot. Behozunk még egy Chiller Rombolót, meg pár Victorit. Na. A tiéket rögtön kiküldjük, hogy vadászanak az ellenségre. Steam! Még nem is Steam-en vagyok, és így is Steam! Na tehát. Elközben folyik a bombázóinkat. Az összes bombázónkat. És megyünk vadászunk az ellenség hangárára. Ilyen ágyúval felteszem megint az Eclipse előttek. Lehet, hogy nem. Nem látok deaktivált Chiller Rumble-ot máshol. Tehát valószínűleg az Eclipse előttek, csak nem jön ki az effekt valamiért. Irány az a hangár előre. Oh. Na. Ezeket itt ide hozzuk. Ezekkel jövünk előre. Jó. Azt hiszem, azt a hangárt elintéztük. Annyi protontorpedó elég lesz rá. Át a pajzs generátorra. Annak annyi. Valamelyik Chiller Rumble-okról leszették az ilyen ágyukat. Azt hiszem arról a Victory-ról. Annak annyi. Oké, okay, koncentráljunk arra a Honvárra. Leszedni a bombázókat, könyörgöm. Nem a csatahajót lövik a vadászokkal. Jaj. Az játék produkálni a dolgokat. Őrözzük a cirkálónkat. A Broadside elkezdik lőni a vadászokat, mert valamilyen nem lőtte őket magától. Ja, annak a Libertynek mindjárt annyi, ezek a Libertyk, ugye? Igen, ezek a Libertyk. Az autonómia! Úristen, nem tudom melyik a rosszabb, ez vagy a krematórium. Ki nevezi le ezeket a hajókat? Abba a tömeg vadászból belőednél mondjuk a robbanó rakétáiddal. Ja, az ott a Super Chiller Rumble maradéka volt. Az Eclipse valamiért közben elfordult. Megtanuljuk ezekkel a Defenderekkel a bombázókat, hogy mást úgyse csinálnak. Arra, könyörgöm! Játék! Ja, annak ott annyi. Ez a Chiller Rumble közben szarban van. Oda. Veled lövünk oda a tömegbe. Azt a Chiller Rumble-ot egy kicsit szétszedték. Tűz űrállomásra az ott azt hiszem az utolsó ellenséges hajó volt. Az ott egy Chiller Rumble volt. Na, támadjuk az ellenséget. Rá a vadászokra. Oké, okay, azt a szétlevi Victorink. Lőjünk az ostromhajóval, az űrállomásra végül is elméletileg arra találták ki. Igazából a vadász elhárítása sokkal jobb. Legalább a vadászokra lőjétek akkor vissza, hogyha már nem kerestek célpontot. Fuck.
Ezt a vadász micromanagement utána egyébként a legjobban a játékban, ezt nagyon elcseszték. Az alapjátékban még úgy, ahogy rendben volt, bár ott is nagyon idegesítő volt idő után, de ott még úgy, ahogy rendben volt, mert az kisebb flottákat engedett csak. De ebben a modban itt nagyon zavaró. Ennyi a jóval. Előre! Más mondasz, mint amit csinálsz. Na mindegy. Ha már itt vagyunk, bekapcsoljuk az interdiktort. Mert why not? Behozzunk. Behozzuk ide Ravager-t, szétlője azt az űrállomást. Azt ott. Mondom, azt ott. Na. Sidious egyébként jajú a kis izébe van, a kis hajójába. Kis szállítójába. Jó, annak annyi. És akkor az utolsó. De mi is tudok ráülni az Eclipse-el, szörnyű. Úgy látszik, hogy ha megnyertünk a csodát, akkor immunis lesz az ellenség. Na mindegy, vesztettünk két hajót, ők meg egy szuper csillagrombolót. Aztán mi jöttünk ki jobban a csatából. Jó. Én nem mondok, hogy már még egy invázió talán belefér. Menjünk a Jabimra talán? Úgyis nem, minden megint a szintű űrállomásom, hát ez nem igaz. Ez valami eszméletlen idegesítő. Jó. Támadjuk meg az Alzok 3-at. Jó, ti jöttek az Eclipse flottájához. Idehozzuk az inváziós erőt, felkészülünk vele. És mindjárt beérkezik a lálcsillagunk. Utána indítsuk az inváziós erőt. És befutottunk, és 9 van valamiből, valószínűleg a Venitorokból lesz annyi. Oké, a bolygón talcok elnek, akik ezek szerint láthatatlanok, vagy ők maguk a bolygó. Azon a legnagyobb plot twist. Ha jól látom, nincs megint csatahajójuk. Ilyen ágyú természetesen. Már 2 deaktivált egyszerre? Wow! Úgy látom, fejezhették az ilyen ágyút. Ó, oh, azok ott valószínűleg megint orvosok lesznek. Fuck! Én nem akarom, a játék akarja! Na mindegy. Bedobjuk ide rögtön az ellenség alá a birodalmi 2-es csillagrombolóinkat. Egér. Behozunk pár tartant, visszamond egy csillagrombolót. Behozunk 2 Victory-t mondjuk, és behozzuk ezt egy ostrom cirkálót. Jó, ezeket azt hiszem széttépjük. Arról messze még a pajzsot is tudjuk szedni simán. Oké, váltok az ellenséges hangárra koncentráljuk a tűzerőnket. Az a legfontosabb célpont jelenleg. Oké. Szerintem az elég proton torpedó lesz, de nem vagyok teljesen biztos benne. Gyerünk. Oké, elég lesz, jó. Hát a pajzs generátorra. Jó, azokat ott mindjárt szétszedjük. A transportokat, az fontos egyébként, mert a vadászokra veszélyt jelentenek. Igen, azért lőjük szét az orvosok transportjait, mert veszélyesek a vadászrepülőinkre. Jó. Higgyétek, ez nem olyan rossz, mint kinéz. Na, leszedjük a pajzs generátort. Adjuk szét igazából a maradékot. Fuck! Na, erről beszélek. Ezt utálom. Ez a probléma itt. Az a tartan az ott kapott rendesen valószínűleg proton-torpedókat. Na, de a vadászaink vannak páran. Menj utána. Egyébként nagyon érdekes, hogy idadták ezt a gombot rögtön a bolygó robbantás felé. Mindig véletlenül, hogy rákatintok véletlenül és felrobbantok valakit. Pláne, hogy rossz bolygót?
Tényleg mi történne, hogy halálcsillag mellé lőne? Az igazából ugye az ultimate pack, így a halálcsillag fel akar robbantani a bolygót, mellé lő és véletlenül eltalálja a tiédet. Jó, ezzel végeztünk, van még egy korvett. Hát volt. És menekül a nem létező hajóival. Nem menekülsz! Ó, rakétvedőségben volt 9, most csak egy orvos lőttünk ki az űrből, jéj! Mindjárt befutsz inváziós erő a manáról, ide tudunk repülni egyébként, mert akkor idehozom ezt a sötét jedit meg a tankját. Igen, ő egy Panzer Jedi. Nem, körbe kell menni hozzá a félvilágon. Jó, akkor... Fucking hell! Nem véletlenül állítottam be, hogy külön slotba jöjjenek. Beállítottam, nem? Most válogathatom szét őket. Nem is tudom már megkísérte őket, azt hiszem két csillagromboló, meg egy Victory talán? Kapnak pár dreadnoughtot is. Valahol építettem egy szondát, ott megnézzük, hogy mi van a Jabimon. Ekközben rendelünk pár csillagrombolót, a Corus Sanctum és a Sulustan. A Bissen pár Victoryt. Különjön rendelünk néhány Venitort. Az emmi szereti őket. Ó, oh, itt van Akbar a felé lett. És van egy valahogy ellenséges transport az űrben. Hát több lenne, hogyha hajókat venne abból a pénzből, na mindegy. Támadunk Virszel, előre! Kíváncsiuk, hogy megjönnek a tálcok, vagy így tényleg láthatatlanok lesznek. Ó, már megint orvosok, ez nem igaz. Na lássuk. Nincsenek itt a parancsaim? Na mindegy. Egyre még nem látok tálcokat. Bár hogyha látnám, valószínűleg akkor sem tudnám, hogy mik azok. Azok a pókszemű yeti majom dolgok, azt hiszem? Lehetséges, fel se tudja. Oké, okay, az egyik lépegetünk késik, mert nem tud leszállni egy másik repülőtől, vagy transporttól. Oké, okay, oda. Kikapcsoljuk az automatikus önmegsemmisítés, mert ez annyira be van kapcsolva ezeken az egységeken egyébként. Építünk gyalogság elhárító ágyukat, mert szerintem barakjuk lehet max. Oh shit! Ott egy bunker. Jó. Arra. Nem akarunk harcolni bunkerrel. Na, ezt így szétszedjük. Hello. Ó, legelhárító ágyú. Ott van még egy bányszer, mit leszol egy bunker a közelben, de lehetséges, hogy majd hívunk orbital bombardmentet. Oké. Okay. Oké, okay, ott volt a medic. Vedem, megyünk és elfoglaljuk ezt a leszálló pontot. Jó, ebből valószínűleg ide orbital bombardment lesz, ezeket kihúzzunk még, mielőtt szétlőni őket az ellenség. Találtunk egy ilyen ágyút. Egy tavuk van még, az is meg van fagyva, hogy elnézem. De legalább jó, hogy tónak írja a játék. Ajaj, ezek vannak páran. Na idejük a bombázóinkat, mert ez itt nem tetszik nekem. És ha valami nem tetszik, akkor azt lebombázzuk. Üdv a birodalomban. Na. Nem tudom, hogy milyen unitomat destroyolták. Friendly Fire nincs ugye a bombázókon, szerintem egy gyalogos egységemet írtották ki, még mielőtt beérkeztek volna bombák. Tütüp.
Istenem, ez olyan OP. De inkább azért, hogy a baromi sokáig tart, amíg valamivel, amíg lövöldzéssel végzünk egy egységgel, tehát még a lépegetőkből is kibírnak 4-5 sorozatot. Ezek meg így pufát metünk rajtuk, báj. Na. Behozzuk a Juggernautunkat. Nem mint rajt szükség lenne rá, Orbital Bombardmentre eldöntjük ezt a menetet. Mi az MU úgyse támad meg? Egyébként ez eléggé hülye döntés volt részükről, mert amikor az Emmy támad, akkor még rendben van, mert az Emmy támad 20-ra stúdorébből oké, te harcolsz el normálisan. De ez a... Ez a... Egér. Ez az épületek spórolják a végtelen mennyiségű gyalogságot, ez nagyon, nagyon nagy hülyeség volt játékos szempontjából. Mert így nem fogok belefutni az ellenségbe, nem fogok vele harcolni, mert tudom, hogy csak károkat okoz nekem, és úgyis van végtelen mennyiségű emberre, majd ráküldöm az Orbital Bombardmentet. Mert mondom, az Emmy az csapkodja neked a fejed, az ilyen a 20-ros tudereivel, amikor megtámad, és izé is támad. Akkor még azt mondom, hogy rendben van. Nem tudom, hogy ez a generátor hogy működtet-e valamit, de a biztonság kedvéért szétlőjük. Szerintem nem működtet semmit. Van bázisunk? Ó, elkezdték lőni az ágyóinkat valahol. Jó. Na most menjünk ezekkel a lépegetőkkel be az ellenséges bázisba, mindzelőbb. Ellenséges gyalogság. Hogyha ide hívunk egy Orbital Bombardmentet, az szerintem az úgy jó lesz. Na. Ellenséges gyalogság, és azok nem igazán érdekel minket. Na hát ezekről ennyit. Na, látjátok, erről beszélni sokkal gyorsabb lett volna rajtuk egyébként egyszerűen átsétálni. 3 medik. Miért ne? Építkezünk. Itt adjunk 2 egységet helyőrségnek. Nem is kell szerintem űrállomás, mert itt már csak 2 bolygó van. És... Ez űrcsizet szerintem már legközelebbre hagyjuk. Úgyhogy én nem mondok, hogy már akkor mennyi fér bele. Úgyhogy ez a témánat a barna, Boba Fett jön az Eclipse flottájába. Ez vagy már a Star Wars Empire at War, Force of Corruption Ultimate Empire at War. És találkozunk a legközelebb, amikor végzünk szerintem ezzel a 2 pakettel, és megyünk a lázadók utolsó bástyájára a 6-on. Addig is a viszontlátásra. Tényleg, hol vannak a hírók? Ja, hát itt. Oké. Okay. Ja, valamilyen nem hozza ki őket. Még a fronton lévő bolygóra se. Na mindegy, bye!